Szadán több mint egy évtizeden minden évben megrendezik advent utolsó vasárnapja előtt a karácsonyi csomagosztást. Idén december 18-án délelőtt várták ajándékcsomaggal a 70 év feletti időseket. 2015-ben sokaknak szerezhettek így örömet, hiszen közel 400-an kaptak adományt a településen. Ugye ebben az évben is három kategóriában, úgymond kategóriában lesznek kiosztva csomagok. 375 csomag a 70 év feletti lakosság fogja megkapni, kapják meg pontosabban. Ők lettek kiértesítve már korábban is, illetve 25 csomag lesz a nagycsaládosoknak kiosztva. Ezt a kerékgyártó Tamásék a Szociális Alapellátó Központon keresztül fogják majd intézni, illetve természetesen a szociálisan rászorultak is volna csomagot kapni. Az alapvető élelmiszereket tartalmazó csomagot 1500 forint értékben állították össze. Idén a csomagban egy citromlé, liszt, cukor, egy tea és tészta. Mindig úgy próbáljuk a csomagot összeállítani, mint az idős emberek jól tudnak hasznosítani. Minden évben az önkormányzat erre a pénzügyi tervezésnél külön elkülönítünk egy összeget, megpróbáljuk pontosan behatárolni, mennyi idős lesz karácsonyra, és ezt mindig elkülönítve tároljuk ezt a pénzt. Szadán rendkívül erős kiterjedt a közösségi élet, a társadalmi összefogás mondhatni tradíció. A település valamennyi generációja fontos alkotóeleme a szadai mindennapoknak, ezért mindenkire igyekeznek odafigyelni, minél többeknek örömet szerezni. Ez már hosszú évek óta mindig a képviselőtestületnek a tagjai osszák, aki itt tud lenni, vagy aki tud rá időt szakítani, és próbálunk ilyen személyessé tenni ezt a dolgot, és a képviselők személyesen kívánnak karácsonyi jó kívánságot és jó egészséget az időseknek. A Szép Kutat nagy örömmel fogadják ezt az ajándékot, ez egy gesztus a testület felől feléjük. Szeretnénk ezzel is arra utalni, vagy azt kifejezni, hogy nagyon fontosnak tartjuk őket, ahogy a polgármester úr a legutóbb rendezett idősek napján is kihangsúlyozta, nagyon fontosak számunkra, nagyon fontosak azok az értékek, amiket képviselnek, és nagyon fontos, hogy ezeket át tudják adni a fiatal generációnak. Aki valami miatt nem tudta személyesen átvenni a csomagot, annak külön elvitték még karácsony előtt. A helyi szociális otthon lakóinak is évek óta rendszeresen juttatnak el élelmiszercsomagot, idén azonban az eddigiektől eltérő módon segítettek a Margita idősek otthonában élőknek. A csomagot nehezebben tudják használni, mert ugye személyesen kapják az idősek, ám de ők azt nem tudják főzésre, ilyesmire felhasználni, viszont egy tévéig tönkrement, nem tudtak pénzt szerezni, és úgy gondoltuk, hogy a csomag árából egy televízióval támogatjuk az idősek otthonát. Tisztelt vezetőasszony, a Szada Nagyközség Önkormányzata képviselőtestülete úgy döntött, hogy az elmúlt időszakban ilyen apró figyelmességet csomagot adtunk, de ezzel mindig kisebb problémák adottak. Úgy döntöttünk, hogy egy televíziót ajándékozunk az otthon lakóinak, amit úgy gondolunk, hogy nagyon jól tudják használni, és nagyon fognak neki örülni. Ezért tehát ezt beszereztük, és kérem, hogy fogadjátok el, és használjátok örömmel jószívű önkormányzati ajándékunkat. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy minden rendezvényünkre eljönnek, és nagyon szépen köszönjük, hogy az előző évben történt bemutatkozás után ugyanúgy minden évben, minden alkalommal is minden ünnepségünkre eljönnek, és saját lakóinak tekintik az itt lakó idős embereket is. Ez nagyon-nagyon hálás szívvel tölt el minket, mind a lakókat, mind engem, és köszönjük ezt az együttműködést, és remélem, hogy a továbbiakban is így van, de az áldott karácsonyi ünnepeket kívánok a képviselőtestület minden tagjának, és még egyszer köszönjük szépen.